A kisvárdai csapatnak égetően szüksége van minden pontra, így a vendégek azzal a célra léptek pályára Debrecenben, hogy tesznek egy lépést a bennmaradás felé. Az első percek gólváltását követően a félidő derekára ellépett ellenfelétől a házigazda, 30 perc játék után 14-10-es állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játék részben többször is közelebb férkőzhetett volna a Debrecenhez a kisvárda, de a kihagyott zicserek és 7 méteresek miatt ez nem sikerült. A Loki végül 24-20-ra győzött, a kis kisvárdaiak pedig tovább harcolhatnak élvonalbeli tagságuk meghosszabbításáért. Minden mérkőzés nagyon nehéz, különösen az elmúlt egy hónap után. Nehéz volt felkészülnünk erre a meccsre. Nagyon jól védekeztünk, és a kapusunk is jól védett. A kisvárda egy jó csapat, örülök, hogy sikerült győznünk ellenük. Szeretném megköszönni a szurkolók támogatását, hiszen az ő segítségük is kellett a sikerhez. A vendégek edzője Dévényi János szerint a két kapus teljesítmény közötti különbség és a jobb helyzet kihasználás döntött a Debrecen javára. Én úgy gondolom, hogy egy horvát pásztorral jobb volt a Debrecen, mint a kisvárda. Ugyanis másik fél időben, amikor esélyünk lett volna legalizálni, akkor hatalmas bravúrokat mutatott be, ami tulajdonképpen meg is törte a csapatunkat, és el is döntötte a mérkőzést. Ezen felül összességében a mérkőzésen aztán 40%-os effektivitással lőttünk, amivel nem lehet meccset nyerni. Tehát ez egy olyan kategória, és ebből nem az átlövések száma volt iszonyatosan sok, hanem a szélső, illetve a kihagyott 7 méteresek és betörések, amik igazán fájnak, amit igen magas százalékkal kéne lőni. Amúgy a 3-2-1 működött labdákat tudunk belőle szerezni, csak nem tudtuk értékesíteni a kiharcolt helyzeteket. Ezt tartom a mérkőzés kulcsmomentumának. A tabella élén a Győr áll 41 ponttal, megelőzve a 37 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 12 ponttal a 12. helyen várja a folytatást, egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó, már kieső helyen álló Mosonmagyaróvárt. A várdaiak legközelebb május 19-én az MTK Budapest ellen lépnek pályára.